több mint 150 éves már az országgyűlés könyvtára, de annak idején miért hozták ezt létre? Az országgyűlési könyvtárat azért hozták létre, hogy minden olyan dokumentumot beszerezzen, amire az képviselőknek a törvényhozáshoz szükségük van. Ez persze ugye egy rendkívül tág kör, hiszen honnan lehet azt tudni, hogy éppen milyen törvénykezési tárgy kerül napirendre. Egyébként nagyon érdekes, hogy először 253 forintot kapott a könyvtár arra, hogy beszerezze a gyűjtemény első elemeit, és ez a könyvtár egyébként a Nemzeti Múzeum egy szobácskájában működött. Azért egyébként, mert ugye a Sándor utcában, a mai Bródi Sándor utcában volt a képviselőház, ott van most az Olasz Intézet, és a Nemzeti Múzeumban pedig ülésezett a főrendi ház, és hát logikus volt, hogy viszonylag közel legyen a könyvtár. És egyébként van egy kedves történetem arról, Mikszáth Kálmán, aki hosszú ideig volt országgyűlési képviselő, megírta, hogy beszélgetett akkor a könyvtárnokkal, hogy hogyan is használják a könyvtárat. És a könyvtárnok mondta neki, hogy hű, képviselő úr, hát nagy baj történt. Hát milyen nagy baj történt? Hát elveszett a könyvtár kulcsa. Igen, hát ez tényleg szomorú. Na de a gaz lakatos egy hétig reszelte a kulcsot. Hát ez skandallum, mondja Mikszáth. Na de a legnagyobb baj az, mondja a könyvtárnak, hogy egy hétig senki nem vette észre, hogy zárva van a könyvtár. Tehát innen azért nagyon messzire jutott az országgyűlési könyvtár, tehát ez most már egy modern, unikális gyűjteménnyel rendelkező könyvtár, több mint 700 ezer dokumentumunk van, a jog, politika, a modernkori egyetemes történelem, természetesen a Magyarországgyűlések dokumentumai, ENSZ letéti gyűjtemény, Európai Uniós letéti gyűjtemény, nemzetközi szervezetek anyagai, nagyon széles folyóiratállományunk van. Egy nagyon közkedvelt könyvtárról beszélünk. Tulajdonképpen két funkciója van a könyvtárnak, tehát az országgyűlési képviselők és szakértők kiszolgálása, természetesen az országgyűlés egész hivatalának a kiszolgálása a feladatunk, ők egyébként alanyi jogon tagjai a könyvtárnak, és mint országos szakkönyvtár egyetemistáknak, egyetemi oktatóknak, újságíróknak, különböző szakértőknek is nyitva vagyunk. Itt mindenki, aki a 18. életévét betöltötte, jöhet a könyvtárba. Szeretettel várjuk a csoportokat, az érdeklődőket, tehát reménykedve tekintünk az ősz elé, hogy újra visszatérnek az olvasóink, és nagy használtsága lesz a könyvtárnak. Kicsit azért ugorjunk vissza az időbe, egyébként mikor költözött be ide a könyvtár, és milyen szempontokat vettek figyelembe akkor, amikor ezt kialakították? Steindl eleve ide tervezte a könyvtárat, egyébként nagyon érdekes, hogy szimbolikus, hogy pont a kupola alatti térben van részben a könyvtár, és gyönyörű kilátás van a Dunára, tehát központi, a parlament épületének központi helyére tervezték a könyvtárat. Szerintem ennek szimbolikus jelentősége is volt, hogy a kultúrát, a tudományt azt nagyon fontosnak tartották. És hát aztán fokozatosan, ahogy a gyűjtemény egyre unikálisabbá vált, eredetileg ugye ez egy zárt könyvtár volt, csak a képviselők számára volt nyitva, de ahogy megkerülhetetlenné vált a gyűjtemény, egyre inkább felvetődött az az igény, hogy akkor úgy nevezték, hogy idegenek is jöhessenek, tehát kutatók, egyetemi professzorok használhassák, újságírók használhassák a könyvtárat, és szép fokozatosan kialakult ez a kör a könyvtár körül. Aztán 1952-ben volt egy nagy törés, akkor ugye a parlament funkciója is megváltozott, egy látszat parlamentarizmus alakult ki, és az akkori politikai vezetés úgy döntött, hogy a parlamentnek nincs szüksége könyvtárra, és átadták a könyvtárat a Művelődési Minisztérium felügyelete alá, és tulajdonképpen itt az épületen belül hermetikusan lezárták a területeket, tehát bár itt maradt fizikai értelemben a könyvtár a parlament épületébe, de gyakorlatilag élő kapcsolat a képviselőkkel, az országgyűlés testületével nem volt. És aztán a rendszerváltás idején Szabad György, aki ugye egész életét részben könyvtárakban, részben levéltárakban töltötte, akkor ugye ő volt az országgyűlés első szabadon választott elnöke, és András Falvi Bertalan, aki pedig akkor volt a művelődési miniszter, megállapodtak abba, hogy visszaállítják az országgyűlés és az országgyűlési könyvtár történetileg kialakult szerves kapcsolatát, és így módon a könyvtár a nyilvánosságát megtartva, de újra a képviselők és szakértői kiszolgálásával is foglalkozik, tehát tulajdonképpen bővült, jelentősen bővült a cselekvési körünk. A
2010-es évek elején egy komoly ráncfelvaráson esett át a könyvtár. Erről mit kell tudni? Ez csak magát a gyűjteményeket érintette, vagy a berendezési tárgyakat is esetleg? Mindkettőt érintette. Egyrészt, hogyha majd körülnéznek itt a teremben, akkor látják, hogy gyönyörűen bejön a természetes fény. Tudni, hogy itt ezeket a kis beugrókat leválasztották, és ezek munkahelyek voltak. És ezért az olvasói térbe tulajdonképpen szűrve érkezett a fény, tehát sokkal sötétebb jellege volt, kicsit komorabb volt a terem, tehát azzal, hogy ezeket a falakat üvegfalakat megnyitották, beragyogja a nap a termet, már persze a süt, szóval sokkal világosabbá vált. Tehát ez volt az egyik része, és hát természetesen olyan dolgok is megújultak, amik egyébként nem látszanak, tehát falban például az elektromos vezetékek, informatika, vezetékek. Tehát itt egy nagyon komoly korszerűsítés. Egyébként ez a galéria is akkor újult meg, és vált ismételten használhatóvá. Tehát ez volt az egyik része, a másik része pedig, amit kérdezett, a gyűjteményre vonatkozó rész, tehát volt egy komoly átvizsgálás a gyűjteménynek, és azokat a dokumentumokat, amelyről a szakemberek úgy ítélték meg, hogy már nincs rá szükség, ezeket fölajánlottuk más könyvtáraknak, és ezzel bizonyos szempontból csökkent az állomány, de ugyanakkor egy nagyon komoly külföldi szakirodalmi beszerzés is megindult, és azóta is folytatódik, tehát bátran merjük mondani, hogy nagyon korszerű és naprakész gyűjteményünk van, azokban a gyűjtőkörökben természetesen, tehát ahogy említettem, a jogpolitika, egyetemes történelem körében. Véletlenül állunk itt Cérna kesztyűben, ugyanis az országgyűlési könyvtárnak fantasztikus antik könyvgyűjteménye van. Melyek a legérdekesebb darabok? Igen, körülbelül 8000 kötet az, ami muzeális könyvvel rendelkezünk. Részben ez köszönhető annak is, hogy pont 150 évvel ezelőtt, tehát 1870-ben meghalt Gici Ignác képviselő, akinek az örökösei ráhagyták az akkor alakult képviselőházi könyvtárra édesapjuknak a közel 20 000-es könyvgyűjteményét, de a legfontosabb kötet és a legöregebb kötetünk az az 1517-es Verbőci tripartitum, ami egy eredeti bécsi kiadású kötet, és ez 1997 óta van a mi könyvtárunkban. Tulajdonképpen egy szokásjogi gyűjtemény, ami soha nem emelkedett törvényerőre, ugyanis az akkori nádort Verbőci Istvánt megbízták azzal, hogy gyűjtse össze Magyarország szokásjogát, amit ő meg is csinált, de az országgyűlésen nem fogadták el. És pontosan ezért ő, hogy ne vesszen kárba a munkája, saját maga Bécsben 1517-ben kinyomtatta, tehát ez több mint 500 éves ez a kötet, és szinte nem volt restaurálva. Tehát, hogy ez egy eredeti állapotú mű. És az az érdekes, hogy gyakorlatilag még a 19. század közepéig is ezt használták a törvénykezéshez. Magyarországon és Erdélyben is sok-sok kiadása van. Odafigyelünk arra, hogy ezek a törvénygyűjtemények nálunk gyarapodjanak, és így 2 évvel ezelőtt megvettünk az egyik árverésen egy kötetet, elég rossz állapotban volt, azóta nagyon szépen restaurálták, ami azért különleges, mert Misztótfalusi Kis Miklós Kolozsváron nyomtatta ezt a kötetet, és ebbe szerepel szintén a Verbőci tripartitum, ez már magyarul, mert ugye az 1517-es az latin nyelven íródott, szerepelnek az erdélyi törvénytár darabjai, az úgynevezett aprobáták, és ezen kívül itt a végén kézírásos feljegyzésekkel törvény, az ottani törvénykezésről íródott dolgok vannak. És nem olyan régen, egy hónapja gyakorlatilag járt itt egy kutatócsoport az akadémiáról, és dr. Tóth Zsombor, mikor odalapoztam a kötethez, akkor fölkiáltott, hogy de hiszen ez a Cserei Mihály erdélyi történetírónak a kézírása, és utána is nézett, és kiderült, hogy ez a könyv, ez szerepel a 18.
századi, 17. 18. századi történetírónak a könyvtárában, a könyvtár listájában. Tehát ez egy fantasztikus felfedezés volt, és ez egy nagyon értékes mű. Nézzük még, hogy mi került ide Kicsi Ignác könyvtárából. Az ő könyvtárából került még ide például a Mikes Kelemen törökországi leveleinek az eredeti kiadása. Itt mindenütt, ahol ezt a bizonyos kis kerekpecsétet látjuk, 1872, tehát jövőre lesz 150 éve, hogy Kicsi Ignác könyvtára ide került a mi könyvtárunkba. De tulajdonképpen a képviselőház is törekedett arra, hogy a nagyon kiemelkedő munkákat megvásárolja. Például itt van ez az Ortelius világatlasza, ahol ugye pont Erdélynél, illetve Magyarországnál lapoztuk föl, de hát az akkori világ összes részlete benne van, gyönyörűen kézzel kiszínezve. Aztán az érdekességekhez tartozik még ez a gyönyörű növénygyűjteményt tartalmazó kötet, ami bécsi kiadású, 1800-tól 1814-ig adták ki ezeket a köteteket, egy bizonyos Fitz nevű orvos botanikusnak a munkája, és hát elképesztő, hogy a 200 évvel ezelőtti színek milyen gyönyörűen érvényesülnek ma is még ebben a kötetben. Ez is egy rendkívül ritka kötet sor, mert ez 14 kötetes mű, amivel nagyon örülünk, hogy rendelkezünk, ugye Kicsi Ignácnak köszönhetően. Ezen kívül térképgyűjteményünk is van, itt például a Lipszky Jánosnak a 12 ekkora szelvényből álló térképgyűjteményeitből raktuk ki a legdíszesebbet, egy ilyen gyönyörű barokk cizellált sarka van ennek a kötetnek, és amit még szeretnék mindenképpen megmutatni, ez a Nádasdinak a Mauzóleum nevezetű kötete, amely 1664-ig sorra veszi valamennyi magyar uralkodó és király életrajzát, és ezen kívül ilyen gyönyörű rézmetszeteket tartalmaz. Itt éppen Szent Lászlótnál nyitottuk ki, és az a fantasztikus, hogy mindegyikhez oda tesz egy történelmi jelenetet. Tehát itt például ugye a Szent László legendából az a rész van, amikor az elrablott lány, a Kun, azóta tudjuk, hogy Besenyő sarkába vágja a kardot vagy fejszét. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy mindegyik királynál valami olyat alkalmaz, amiről azt a királyt meg lehet ismerni. Egyébként ezekkel a gyönyörű muzeális értékű könyvekkel hogy találkozhatnak a látogatók? Ősztől lesz egy már kialakítottunk egy muzeális teret, ugye Kicsi Ignácról fogjuk elnevezni, lévén, hogy a könyveknek elég nagy százaléka az ő tulajdona volt, és a látogatóink természetesen bejelentkezés után csoportosan, de egyénileg is ott azt megtekinthetik. Tehát ott lesz egy külön ilyen kis kiállítás, leírások, és hát láthatják a többi kötetet is, többi díszes kötetet is.